A forradalom hőseire emlékezik az ország. A parlament előtti zászlófelvonással kezdődtek a március 15-i ünnepségek. Magyarország csak a békével járhat jól, nem kérünk a háborúból. Erről Orbán Viktor beszélt több tízezres tömeg előtt a múzeumkertben. Elkezdődött a háromnapos oroszországi elnökválasztás. Minden amellett szól, hogy Putyin újabb 6 éves felhatalmazást kapjon. Szélsőséges időjárás Amerikában, Colorado-t hatalmas havazás bénította meg, másút esők és viharok okoznak gondokat. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jakab Szintia vagyok, jó napot kívánok! Március 15-e nemzeti ünnep van ma. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik a világ magyarsága. Reggel a honvédség díszegysége felvonta a nemzeti lobogót a Kossuth téren, Súlyog Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök jelenlétében. A téren összegyűlt nézők nemzeti színű kokárdát viseltek, többen piros-fehér-zöld zászlókat lengettek. Délelőtt huszármenet vonult át a Kossuth térről a Nemzeti Múzeumhoz, ahol 11:30-kor kezdődött a központi ünnepség. Köztársasági elnök úr, Nagy Ernő százados, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt március 15-e nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására. Az engedélyt megadom. A nemzeti lobogót Súlyog Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök jelenlétében a himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel reggel az országház előtt. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a lovas díszegység. A Kossuth téren jelen volt a kormány több tagja, továbbá az állami és katonai szervezetek, illetve a diplomáciai testületek képviselői. A helyszínen sok család nézte végig a zászló felvonást, többségük nemzeti színű kokárdát viselt, néhányan piros-fehér-zöld zászlókat lengettek. Ezután huszármenet indult a Magyar Nemzeti Múzeumhoz. A huszárok már hetek óta készültek a vonulásra, amelyről egy videót is megosztottak a kormány közösségi oldalán. Az 1848-49-es szabadságharcban a huszárságnak nagyon jelentős szerepe volt, és döntően ők befolyásolták a csaták kimenetelének a sorsát. A huszár menethez sok ünnepi résztvevő gyalog csatlakozott, és együtt érkeztek meg a múzeumkerthez, a díszünnepség helyszínére. Ünnepeljük együtt a magyar történelem sorsfordító eseményének hőseit. A himnusz közös éneklésével elkezdődött az 1848-49-es forradalom 176. évfordulójának központi ünnepsége, amelyre az ország minden szegletéből és külhonból is nagyon sokan érkeztek. Ezt követően névszerű dallamok csendültek fel az ünnepi műsorban. A Budapesti Operett Színház művészei közreműködésével a jelenlévők részleteket hallhattak, például Huszka Jenő Mária főhadnagy, a Gülbaba és a Szabadság szerelem című operettjeiből. A zenei alkotásokat az Operett Színház táncosai tették még emlékezetesebbé. Talpra magyar! Hí a haza! Itt az idő! Most! Vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés! Válasszatok! Az ünnepi műsorban természetesen elhangzott Petőfi Sándor legismertebb költeménye, a Nemzeti Dal, amely az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc máig ható üzenete és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, nincs más választásunk, el kell foglalnunk Brüsszelt, jelentette ki Orbán Viktor a Nemzeti Múzeum előtt mondott ünnepi beszédében. A kormányfő a több tízezres tömeg előtt úgy fogalmazott, 1848-ban megálltunk Sveátnál, most nem tesszük. Most Brüsszelig fogunk menetelni, és mi magunk fogjuk megcsinálni a változást az Európai Unióban. Azt mondta, nem tűrjük el, hogy tönkretegyék a gazdákat, kisemmizzék a középosztályt, földre vigyék az európai vállalatokat, elsinkofálják a nemzetek jogait, adós rabszolgaságává tegyék a gyermekeinket, és ráadásul háborúba vigyék egész Európát. Mi itt Budapesten ismerjük a háborút. Halottak százezrei,
hadirokkantak, özvegyek, árvák, lerombolt hidak, bombatölcsérek, földön futóvá tett emberek tízezrei. Egy emberöltő és egy nemzedék élete ment rá az utolsó háborúra. Magyarország csak a békével járhat jól, nem kérünk a háborúból. A hősöket, a bátrakat és a nemzetért dolgozókat évszázadok, évtizedek távlatában is tisztelet övezi. Ezt mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett Sátor Aljaújhely ünnepségen. Soltész Miklós úgy fogalmazott, nem a bosszú, hanem a változtatás jó szándéka vezérelte a forradalomban résztvevőket. Hozzátette, Petőfi Sándortól Kossuth Lajosig mindenki a nemzetet szolgálták, ellenben a dicstelen árulókkal. Az államtitkár szerint a mai világban is vannak olyan birodalmi központok, amik egymásnak ugrasztják a nemzeteket, és háborúkat provokálnak ki. Ma is vannak szép számmal, akik pénzért, hatalomért, remélt nyugatról jövő dicséretért árulják a hazát. Vannak, akik júdásként eladnák nemzeti szuverenitásunkat. Vannak, akik ugyan a szabadság, testvériség és egyenlőség jelszavát hangoztatják, de mindeközben szabadságunkat veszélyeztetik megszállókkal, háborúk gerjesztésével. A Szentendre és Kanzen huszáros hétvégével és ünnepi programokkal várja a látogatókat, ahol korabeli viseletbe öltözött huszárokkal elevenítik fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét. Számos egyéb programmal is készülnek a szervezők, például verbunkolással, de katonadalokat is lehet tanulni a nap folyamán. Bakos Norbertet kapcsoljuk most a helyszínről. Szép napot kívánok mindenkinek, így van, ezekben a percekben kezdődtek el a katonadalok. Húszárokat, ezt már is mutatjuk önöknek, hiszen természetesen szükség van mindenkire, aki becsatlakozna a csapathoz, a huszárok közé. Így van, egész napos programok várnak mindenkit itt a Szentendre és Kanzenben. Egyébként a huszárok az ének után például lóra fognak pattanni majd, és lovas bemutatóval fogják elkápráztatni az ide kilátogatókat, akik egyébként már 9 órakor a nyitásnál is nagyon sokan voltak, több ezren jönnek ma ki ide a Skanzenbe, és részt veszek számos ünnepi programon, interaktív programon is, hiszen azon túl, hogy mondjuk itt most együtt éneklik a katonadalokat, a gyerekek például csákot készíthetnek, fakardot készíthetnek, de a saját kokárdájukat is elkészíthetik, és egészen délutánig tart majd a program itt a Skanzenben, úgyhogy még nem késő senkinek elindulni. A programok délután is mindenféle bemutatóval itt lesznek, és várják az érdeklődőket ma március 15-én. Bakos Norbertnek köszönjük szépen a jelentkezést! Péntek reggel Oroszország szerte elkezdődött az elnök választás. Az Ukrajnától elcsatolt megyékben is lehet voksolni, 6 évre választják az államfőt az oroszok. Vlagyimir Putyin mellett 3 másik jelölt neve is szerepel a szavazólapokon. Az orosz hadsereg közben drónokkal támadta Kijevet. Az ukrán hadsereg szerint az elmúlt 24 órában több mint 100 légi csapást hajtottak végre ellenük. Már a hajnali órákban megteltek a szavazókörletek Moszkvában. Oroszországban ezen a hétvégén rendezik az elnökválasztást, amelyen 6 évre választják meg az államfőt. A szavazásra jogosultak vasárnap estig adhatják le voksukat. Az orosz hadsereg vezetői, Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valeri Gerasimov vezérkari főnök az elsők közt szavaztak. Hadd legyek nagyon világos. A választásokon való részvétel a hazafias érzelmek megnyilvánulása. Donbász és Novorosszia lakossága is tudja ezt, mert arra szavaztak, hogy csatlakoznak Oroszországhoz. A következő napokban ismét szavazhatnak, mondta a választások előtt Vlagyimir Putyin. Szibériában és az Ukrajnától elcsatolt területeken már csütörtökön megkezdődött a szavazás. Az ukrajnai megyékben azok is szavazhatnak, akiknek nincs orosz útlevelük, más okmányt is elfogadnak a választókörletekben.
Az urnákhoz járulók közül sokan hangsúlyozták, békét szeretnének. Talán jobbak lesznek a körülmények, talán eljön a béke, és nem hal meg ennyi ember, mondta egy mariupoli nő. A voksoláson 4 jelölt közül lehet választani. A felmérések szerint a torony magas esélyes, a regnáló elnök Vladimir Putyin. Okosan kell választanunk, gondoskodó emberre kell szavaznunk, vagyis Vladimir Putyinra. Mondta egy kamcsatkai nő. A világ legnagyobb területű országában rengetegen jogosultak a szavazásra. Több mint 113 millió szavazólapot készítettek elő, hogy a 94 ezer szavazóhelyiségben mindenki leadhassa a voksát. A választásokon 36 külföldi delegáció mellett 5 nemzetközi szervezet megfigyelői is részt vesznek. A hivatalos végeredményt március 28-áig kell bejelentenie a Központi Választási Bizottságnak, de várhatóan hétfő délelőtre már megszámolják a voksok 90%-át. Sajtóhírek szerint a moszkvai kormányban jelentős változások várhatók. Oroszországnak új energiaügyi minisztere lehet, de a mezőgazdasági tárca vezetője is távozhat. Robbanások fényei világították meg Kijev égboltját csütörtökről péntekre virradó éjszaka. Míg az orosz lakosság a választásokra készült, addig a Föderáció hadserege dróntámadást indított az ukrán főváros ellen. Az ukrán hatóságok szerint távközlési létesítményeket támadtak a fővárosban az oroszok, országszerte pedig több mint 100 légicsapást hajtottak végre ukrajnai célpontok ellen. Továbbra is kitart amellett a francia elnök, hogy a nyugatnak semmilyen eszközt, így a szárazföldi csapatok Ukrajnába küldését sem szabad kizárnia. Emmanuel Macron ezúttal a francia köztelevízióban beszélt arról, hogy szerinte készen kell állni minden eszköz felhasználására, hogy Oroszország ne győzhessen. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint a nyugati politikusok célja, hogy Európában háborús hangulat alakuljon ki. Semmilyen eszköz használatától sem szabad visszariadni Oroszország ellen, közölte Emmanuel Macron a francia köztelevízióban hangsúlyozva, mindent meg kell adni Kijevnek, mert ha Oroszország győz, akkor Európa veszélybe kerül. Ha békét akarunk Ukrajnában, nem szabad gyengének lennünk, ezért tisztán kell látnunk a helyzetet, és bátran ki kell mondanunk. Készek vagyunk az eszközeinket használni, hogy Oroszország ne győzzön, mondta a francia elnök, aki megerősítette, hogy szerinte semmilyen lehetőséget nem lehet előre kizárni. Emmanuel Macron februárban beszélt arról először, nem szabad kizárni, hogy NATO csapatokat küldjenek Ukrajnába. Később már gyávasággal is vádolta azokat a szövetségeseit, akik ellenzik a NATO csapatok bevetését. Az Európai Unió vezető bürokratái közben azon dolgoznak, hogy az Egyesült Államok folytassa Ukrajna támogatását. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Washingtonban arról beszélt, gyorsan kell cselekedni, mert a háború kimenetele a következő hónapokban dől el. Oroszország nem fog megállni, nekünk kell megállítanunk. Az USA és az EU is sokat tett már Ukrajnáért, de úgy gondolom, hogy ennél is sokkal több kell. Támogatnunk kell az ukránokat, bármit is kell tenni, azt gyorsan meg kell tenni, mondta Josep Borrell. Magyarország mellett Nagy-Britannia, Németország, Svédország, Románia, Olaszország és a NATO is világossá tette, nem küld katonákat az orosz-ukrán háborúba. Viszont egyre több állam nem zárkózik el Emmanuel Macron ötletétől. A finn kormányfő azt mondta, az orosz katonai képességek korlátozottak. Oroszország nem legyőzhetetlen, legyőzhetjük, ha egyesítjük erőforrásainkat, megvannak a pénzügyi eszközeink, most politikai elkötelezettségkel, fogalmazott Peteri Orpó. Radoszláv Sikorszki lengyel külügyminiszter, akinek a felesége Soros György szövetségese pedig azt állította, a NATO katonái már ott vannak Ukrajnában. A litván külügyminiszter a vörös vonalak eltörléséről, Petr Pavel cseh elnök a nyugati csapatok ukrajnai jelenlétéről, a lett elnök pedig a harc folytatásáról beszélt. The fear of escalation. Az ukrán külügyminiszter Dmytro Kuleba pedig kijelentette, elege van már, hogy mindenki az eszkalációtól, vagyis a háború továbbterjedésétől fél, mert szerinte Vladimir Putyin csak fenyegetőzik.
Oroszország technikailag felkészült egy nukleáris háborúra, az atomfegyverek készenlétben állnak, közölte a héten egy interjúban az orosz elnök. Vladimir Putyin figyelmeztette azokat az országokat, amelyek az Oroszországgal szembeni vörös vonalak eltörléséről beszélnek, hogy ebben az esetben Moszkva is hasonlóan cselekszik. Macron gyakorlatilag nyíltan beszélt arról, hogy szorgalmazná a katonai részvételt. Az eszkalációs nyilatkozatok növelik a háborús kockázatokat, erről a század végvezető elemzője beszélt. Palóc André kiemelte, az európai emberek nagy többsége ellenzi a katonai részvételt, de a politikusok erről nem vesznek tudomást. Azt látjuk, hogy elválik a politikai elit, és ilyen esetben például Macron megszólalásai most már erről tanúskodnak is, a választók véleményétől, és mintha megpróbálnának egy háborús hangulatot, egy háborús, ha úgy tetszik, folyamatos ingert kelteni itt Nyugat-Európa szerte. Több elemző szerint akár egy világszintű fegyverkezési verseny is elindulhat, aminek a nyertesei a hadipar és a fegyverkereskedők lehetnek. A NATO tagállamok fegyvergyárai sorra döntik a megrendelési csúcsokat, miközben a hasznuk is meredeken emelkedik. A Szuverenitás Védelmi Hivatal is vizsgálódik az Action for Democracy pénzügyi beszámolója miatt. Erről az intézmény vezetője Lánci Tamás beszélt a Mandinernek. A szervezet szerint vizsgálni kell, hogy az Action for Democracy-n keresztül ki vagy kik állhatnak a hazai baloldal, guruló dollárok néven elhíresült, külföldi befolyás szerzési botránya mögött. A Mandiner csütörtökön mutatta be azt a dokumentumot, amelyből kiderült, hogy az Action for Democracy támogatásainak döntő többsége Soros Györgytől származott. Dokumentumok és a videófelvételek kapcsán és az információknak a beszerzése zajlik. A Szuverenitás Védelmi Hivatal is vizsgálja az Action for Democracy pénzügyi beszámolóját. Ezt mondta a hivatal vezetője a Mandiner kamerája előtt. Lánci Tamás szerint a dokumentum tartalma lehet az a hiányzó láncszem, ami bizonyítja, hogy az Action for Democracy mögött Soros György állhat. Azt a gyanút erősíti meg, támasztja alá, mely szerint valójában még csak nem is 11 donorról van szó, hanem a forrásoknak több mint a 90%-a egyetlen személytől, Soros Györgytől érkezett. A hazai baloldal külföldi támogatásáért felelős Action for Democracy pénzügyi beszámolóját először csütörtökön tette közzé a Mandiner. Miközben a baloldali politikusok a kezdetektől fogva mikroadományokról beszéltek a szervezet kapcsán, a dokumentumban az áll, hogy a 2022-ben lezárt pénzügyi időszakban csaknem 4 milliárd forint pénz egyetlen adományozótól érkezett. Az én megítélésem szerint... Hogy ez ki volt, arról az Action for Democracy holdudvarába tartozó szereplők vallottak több az X nevű közösségi oldalon kiszivárgott felvételen. Kati Marton, az Action for Democracy kuratóriumi elnöke például lényegében bevallotta, a szervezetet Soros György pénzeli. Egy másik videóban az Action for Democracy-val együttműködő politikai kommunikációs szakértő Eric Koch ismeri el, hogy az NGO támogatásai egy vagy két egyéni adományozótól származnak, akik közül az egyik Soros György. A felvételeken megszólal Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője is. Bár az egyik részletben a szervezet bevételeit érintő kérdésre először azt mondja, nincs felhatalmazása arra, hogy elárulja, kik az adományozók. Fél mondattal később Soros György nevére hozzáteszi, ezt nem tudja cáfolni. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Arról, hogy az Action for Democracy pénzei a baloldal kampányára vándorolhattak, először Márki-Zay Péter szólta el magát másfél éve. Azóta titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz a guruló dollárok néven elhíresült tiltott kampányfinanszírozási botrányban. Korányi Dávid mit dolgozik itt a Városházán? Városdiplomáciai főtanácsadó. New Yorkból? Hát igen, éppen ezért valószínűleg ezt a megbizatását valószínűleg meg fogjuk szüntetni. A Magyar Nemzet szerint Karácsony Gergely egy 2022-es nyilatkozata is arra utal, hogy a baloldali politikusok mindvégig tisztában voltak a szervezet magyarországi befolyásolási kísérletével. Természetesen tudtam az Action for Democracy létrehozásáról, ez
ez nyilvánvalóan nem titok. Ráadásul miközben Karácsony Gergely ugyanebben az interjúban tagadta, hogy miniszterelnök jelöltségét támogató mozgalmához külföldről kapott volna pénzt. A 99 mozgalom magyarországi kis összegi adományokból működött. A Magyar Nemzet szerint árulkodó, hogy Korányi Dávid Karácsony Gergely egyik fő kampányeseményét végig a háttérből figyelte. Rendkívüli hóviharok sújtják az Egyesült Államok nyugati területeit. Colorado-ban több száz repülőjáratot töröltek, az állam egyes részein pedig egy méter vastagon áll a hó. Közben az ország közép-keleti vidékein tornádok söpörtek végig, halálos áldozatok is vannak. Mindent hóborít Colorado állam síkvidéki területein. A házak teteje, az utak és a fák ágai is hófehérek a rengeteg havazástól. Az Egyesült Államok nyugati részén péntekre hatalmas mennyiségű csapadék hullott. Colorado egyes területein csaknem egy méter vastagon áll a hó. Sokan kifejezetten örülnek, hogy március közepén visszatért a téli időjárás. A sípályák megteltek, a téli sportokat űzők és a kutyatulajdonosok is a parkok felé vették az irányt. Hát nem gyönyörű? Ahogy kiléptem az ajtón, rögtön ez a látvány fogadott. Nagyon szép, mondta egy halat lapátoló nő. Azonban a hideg front sokak számára kellemetlenségeket okozott. Az állam legforgalmasabb autópályáját le kellett zárni, miután számos gépjármű órákra elakadt az úton. Denverben több mint 70 ezeren maradtak áram nélkül. A helyiek szerint évek óta nem láttak ilyen súlyos hóviharokat, mint a mostaniak. A városban melegedő központokat hoztak létre a rászorulók számára. A repülőtereken 800 fölött van azoknak a járatoknak a száma, amiket az ítéletidő miatt törölni kellett. Több száz üzlet, iskola és közintézmény függesztette fel a működését, mivel túlságosan veszélyes lenne az út hozzájuk. A hatóságok mindenkit arra szólítottak fel, hogy ne üljenek autóba. A meteorológiai szolgálat szerint a hétvégéig még biztosan nem enyhül az időjárás. Nem csak a hótól szenvednek az amerikaiak. Oklahomában számos útszakasz vált járhatatlanná a kiterjedt áradások miatt. Az ország közép-keleti területein pedig tornádók söpörtek végig. Egy autós például Ohio-ban kapott lencse végre egy jókora tölcsért. Az államban több tucat otthon is megrongálódott a viharban. Indianában még súlyosabb volt a helyzet. Három ember meghalt, miután a forgószél magával vitte a lakóautójukat. A hatóságok szerint rengeteg a sebesült. Az orkán több üzletet és éttermet is megrongált, számos otthont pedig lakhatatlanná tett. Kentucky államban több mint 2000 háztartásban szűnt meg az áramszolgáltatás. A tornádó jó néhány épületnek szakította le a tetőzetét, valamint rengeteg fát is kidöntött. Nem tehettem semmit, néztem, hogy a szél egyre erősebben fúj, majdnem kiszakította az ajtómat. Láttam, hogy a völgyben már hány fát kidöntött. Azon gondolkodtam, elfújja engem az autópályáig, mondta egy férfi. Eközben Kaliforniában az úgynevezett Santa Ana szelek okoztak rengeteg pusztítást. Ezek a meleg száraz légáramlatok a Nevada sivatag felől fújnak a csendes óceán felé. Az orkán erejű szél fákat csavart ki a helyéről, a lehulló faágak pedig számos otthonban és járműben tettek kárt. Ez volt a híradó déltől, maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sporthíradó Pál Pál előddel.